A hit kapuja. Székely János püspökatya és Kindelmann Győző hitvédelmi műsora. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik ezen a tikasztó nyári délutánon nem csak a testüket szeretnék felüdíteni légkondicionált szobákban, árnyas fák közelében, vagy akár hűsítő italok által, hanem a lelküket is, és ehhez a Hit kapuja című hitvédelmi műsorunkat hívják segítségül. A következő órában, mint azt már megszokhatták hétfőn ebben az időben, Székely János püspökatya és Kindelmann Győző próbál meg együtt gondolkodni, de önökkel együtt, a hitünket érintő kérdéseken. A mai alkalommal a szentségek vizsgálata során az egyházi rend szentségéhez érkeztünk. Ha visszatekintünk a tanulmányainkra, az olvasmány vagy a film élményeinkre, akkor biztosan felmerülnek bennünk hajdani, vagy akár mai korban élő primitív törzsek, népek, ahol sámánok, varázslók, vagy gyógyító emberek, azok, akik a többi ember közül kiemelkedve kapcsolatba kerülnek a természet fölötti erőkkel, vagy más néven az istenekkel, isteneikkel, ha politeizmus, tehát több istenhívő vallásról van szó. Püspökatya, vegyük kiinduló pontnak ezt a dolgot, ezt a jelenséget, és vizsgáljuk meg, hogy mi lehet a papságnak az eredete. Hiszen az előbb említett kapcsolattartó személyek egymástól függetlenül minden kultúrában megtalálhatók. Miért kellett ehhez már a kezdetektől külön ember? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A papság szentségének, mint minden szentségnek van antropológiai alapja. A szentségek, azok Isten és ember kapcsolatának jelei, megvalósítói, eszközei, és az ember lényege szerint társas lény, történelmi lény, testi lény, tehát ilyen módon a szentségek az ember természetéhez alkalmazkodnak, illetőleg az Úristen itt talál meg minket ebben a társadalmi, történelmi, testi valóságunkban. És azt látjuk a népek történetében, hogy minden népben és minden vallásban vannak közvetítők. Tehát vannak a vallásnak különleges, kiválasztott emberei. Hogy egy kicsit még tágabb összefüggésbe helyezzem, minden értéknek a népek történetében vannak közvetítői. Van közvetítője az igaznak, a tudós, vagy a bölcsember, aki kutatja, szenvedélyesen megtalálja a valóságnak a törvényeit, mint például, nem tudom, Archimedes, vagy Thales, vagy Einstein. Tehát vannak nagy bölcsei a történelemnek. Aztán vannak különleges emberei a szépnek, a művészek, akik különlegesen érzékenyek a szépség titkára, mint Michelangelo, vagy Mozart. Vannak különlegesen megérintett emberei a jónak, a nagy jótevők, mint Kalkuttai Terézanya is, és sokan mások a történelemben. És éppen így vannak különlegesen kiválasztott emberi a szentnek, tehát minden nagy értéknek, az igaznak, a szépnek, a jónak, a szentnek vannak megérintett emberei, akiket ez a titok különlegesen megpecsétel, megérint, képesek valahogyan jobban kapcsolatba lépni ezzel a valósággal. Más formában jelenik meg ez különböző népeknél. Szerzetesek, buddhista szerzetesekre gondolhatunk, sámánok, misztikusok, bölcsek, tanítók, proféták, az iszlámnak az imámjai, és nagyon sok fajta megnyilvánulási módja van ennek. Hadd mondjam rögtön azt, hogy protestáns testvérek gyakran mondják, hogy mennyire helytelen az, hogy van az egyházi rend szentsége a katolikus egyházban, mert nem kell közvetítő, van egy közvetítő, Krisztus. És egy kicsit elfelejtik talán azt, hogy a közvetítő
A soha nem a közvetített érték és az ember vagy én közém áll, nem pontosan közel hozza. Ahogyan mondjuk Archimedes engem nem akadályoz abban, hogy az igazságot megismerjem, pontosan segít. És Mozart nem akadályoz abban, hogy a szépséget átéljem, hanem pontosan segít. Éppen így az Urdó szentsége által Krisztusnak a valósága, az ő húsvéti titka jelen való tud lenni. Tehát nem közém áll meg a titok közé, hanem pontosan azt megvalósítja és hordozza. És a protestáns logikában számomra azért van egy kis bukvenc, ugyanis itt a pap, a kereszténységben, a katolicizmusban egész pontosan a pap, az nem csak Isten és az ember között, hanem az ember is Krisztus között is közvetít, tehát Krisztus között nem tudnak közvetíteni, tehát igazándiból azért én egy kicsit logikai bukvencet érzek az érvelésükben. De hát, hogyha már a keresztény ségben felmerülő gyökerező, vagy a zsidó keresztény vallásban gyökerező papságról van szó, akkor egyáltalán mennyire lehet ezt a Bibliában eredeztetni, mert ugye a szentségeknél ahhoz sorba vettük az előző hatot, mindig próbáltuk a bibliai gyökeret keresni, és miben más a mi papi szolgálatunk, mint mondjuk a többi vallás papsága, tehát itt vegyük csak alapul a nagy világvallásokat, hindu, buddhista vagy az iszlám vallás esetében. És rögtön viseljük még meg ehhez kapcsolódva azt is, hogy valóban Krisztus alapította el az egyházi rendet. Mert ez is nagyon fontos a mi szentségeinknél. Tehát szándékában állt-e, hogy legyenek emberek, Krisztusok, akik külön az ő szolgálatára vannak rendelve. A Bibliában azt látjuk, hogy kezdettől fogva vannak Istennek kiválasztott különleges emberei. Kezdetben egy kicsit az összes papi funkció, vagy vezetői funkció, ami később sok esetben szétválik, a nép vezetése, amit pásztori funkciónak is mondunk, a megszentelés, vagyis a papi funkció szoros értelemben, illetőleg a profétai, tehát hogy Isten szavát közvetítse. Ez a három igen gyakran egy emberben egyesül, mint Ábrahám, az egyszerre vezetője a népnek, Isten szavát közvetíti, illetőleg befogadja, és áldozatokat is bemutat, tehát papi funkciót is végez, de ugyanígy Mózes, Sámuel, Dávid, tehát ő bennük még ez teljesen egy, és lassan kezdenek aztán leválni egyes funkciók, és válik az Ószövetségben a prófétaság a legfontosabb funkcióvá. A proféták meghívása azt hiszem a leghasonlóbb ahhoz, ahogy Jézus meghívja a tanítványait. És nagyon érdekes megfigyelni, hogy milyenek az ószövetségi proféták, ugyanis sokban hasonlítanak a más vallások profétáihoz, viszont nagyon sok mindenben eltérnek. Az ókori keletnek is voltak profétái, ezt talán kevesen tudják, az elnevezésük is ugyanaz volt, Nábi a héber nyelven, illetőleg Akkádban Nábú, tehát nagyon hasonló a megnevezés. Nagyon hasonló a külső megjelenésük, amilyen technikákat használtak arra, hogy az Úristen szavát meghallják. Azonban van egy-két nagyon lényeges különbség. A Biblián kívüli profétákat médiumnak tartották, tehát egy eszköz volt a proféta arra, hogy az Istenek szándékát rajtuk keresztül megtudják, de erre millió más eszköz is volt, csillagok állása, állatok mája, madarak röpte, tehát a proféta egy volt ezek közül, egy foglalkozás volt, fizettek érte. Néha pótjeleket is a profétának adni kellett, tehát nem volt elég a szava, az igéje, hanem a ruhájának a bojtját, vagy a hajából egy kis darabot elküldött, hogy azzal még különböző praktikákat végezzenek. Nem maradtak föl a proféták nevei. Tehát nincs ilyen az ókori keleten, mondjuk, mint a Bibliában, hogy Jeremiás proféta könyve. Még a nevét sem tudjuk a profétának, ugyanis ő nem volt fontos, csak az üzenet, amit rajta keresztül úgy véltek, hogy megkapnak. És nincs az ókori keleten egyetlen meghívás történet sem. Tehát egyetlen pogány proféta sem írta ezt le, hogy engem az Úristen megszólított, és én ezért lettem proféta. A Bibliában gyökeresen más látunk, tehát amikor az Úristen Ábrahámot hívja, akkor nem egy eszközként használja őt,
hanem minden, nem valamit akar Ábrahámtól, hanem mindenkedőt őt magát akarja. Így mondja a Biblia, hogy kiválasztotta őt a barátjának. Vagyis mindenek előtt magát az embert akarja, társának akarja. Később Jeremiás próféta leírja a meghívását, és ott az Úristen ezt mondja Jeremiásnak, hogy mielőtt megszülettél volna, már ismertelek. Ismerni, ez a szó a héber nyelvben egy nagyon mély jelentést hordoz, férfi és nő közötti kapcsolatot is így fejezik ki. Például azt mondja a Szentírás, hogy Ádám megismerte a feleségét, és az fogant. Vagyis ez nem csak egy intellektuális ismeretet jelent, hanem egy nagyon mély személyes egységet és kapcsolatot. Jeremiás ezt éli át, hogy már az édesanyja méhétől az Úristennel egy ilyen kapcsolatban állt, az Úristen szinte megpecsételte az életét. És aztán később Jeremiás azt mondja, hogy rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj, erősebb voltál nálam, és legyőztél. Ez a szó is különleges a Bibliában, lehetne így is fordítani, hogy elcsábítottál. A szerelem szótárából való ez a szó. Mintha Jeremiás azt mondaná, hogy magadhoz vonzottál, és én nem tudtam ellenállni. Tehát Isten egy embert választ, barátjának választja. Egy szerelemhez hasonló, nagyon mély közösségre. Ez a prófétaság lényege. És azt látjuk, hogy Jézusnál ugyanez folytatódik, amikor ő meglát egy-két embert a Genezáreti tó partján, alig ismeri még, illetőleg hát ők alig tudnak még valamit Jézusról, és azt mondja, hogy gyertek, kövessetek engem. És azt olvassuk, hogy mindent, szinte megbabonázva mindent ott hagynak, és követik őt. Tehát Jézus embereket szólít meg. Szent Márk evangéliuma le is írja, hogy miért választotta ki őket. Azt mondta, hogy 12-t választott, hogy vele legyenek. Ez a legfőbb célja volt, hogy vele legyenek. Mielőtt még bármilyen feladatot rájuk bízott, együtt akart velük lenni, és önmagát, az életét akarta velük megosztani. És az is nagyon nyilvánvaló, hogy aztán pedig feladatot bíz rájuk. Azt mondja, aki titeket hallgat, engem hallgat. Vagy akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Tehát nagyon, nagyon nyilvánvaló, hogy Jézus 12-t választ ki, egy új népet akar megalkotni, ennek lesz a 12 pátriárkája, vagy törzsfője a 12 apostol, és feladatot ad nekik, az ő kegyelmét, a húsvét titkát rajtuk keresztül fogja aztán kiárasztani a világra. És hogyha azt veszük alapul, ugye, hogy ezzel megalapította a papságot, vagy a későbbi papságot, akkor mondjuk, hogyha a feladatokat kéne meghatározni, a papi feladatokat, akkor ezt hogyan tudnák felsorolni? Mert gondolom, amit ő a tanítványainak adott, az azóta minden papra is érvényes. Jézus, amikor elküldte a tanítványait, akkor ige hirdetés bízott rájuk, tehát mondja, hogy hirdessétek, hogy elérkezett az Isten országa, illetőleg azt is rájuk bízta, ami talán egy speciális küldetés, és nem minden Istennek szentelt ember életében van jelen, hogy betegeket gyógyítsanak, üzzék ki az ördögöket. Tehát ez volt az első alapküldetés, amivel ők szétmentek. Később aztán Jézus nagyon sok minden mást is rájuk bíz, ahogy említette, a bűnbocsánatnak a közvetítését, továbbadását. És nagyon világosan látjuk, hogy ezt a Jézus tanítványai világosan értették, és az ősegyházban természetes módon folytatják. Júdás helyett ott beválasztják Mátyást. Tehát tudják, hogy annak a 12-nek meg kell lenni, és nekik küldetésük lesz. Vagy az ősegyházban kezdettől fogva az apostolok köré gyűlik össze a keresztény közösség. Azt olvassuk, hogy kitartottak az apostolok tanításában, az imádságban, a kenyértörésben, a közösségben. Tehát kezdettől fogva ezt a fajta küldetést, amit Jézus adott a tanítványainak, ezt mindenki elfogadta. Tehát akkor nyugodtan állíthatjuk azt, hogy azok a feladatok, amelyek feladatok most a papoké, azok a Krisztus bízta már meg kezdetben őket. Igen, ez a hármas küldetés, tehát a pásztorság, hogy legyenek a népnek, a tanítványoknak a vezetői, ahogy Krisztus is
a tanítványait összefogta, a tanítás és a megszentelés, vagyis a bűnbocsánat, illetve más szentségeknek is a továbbadása. Ez volt a három kulcs feladat, amit átadott nyilvánvalóan. Akkor még ez nem volt annyira pontosan körvonalazva, hanem gyökerében volt meg, és lassan vált ez teljesen világossá, hogy pontosan mit is jelent. És tehát így akkor a kérdésemre akkor a válasz az, hogy valóban Krisztustól származik a papi rend, a papi ordó. Az apostol, ugye a Bibliánál tartottunk, és előbb említetted már, Püspök atya, tovább haladtunk az apostolok cselekedeteiből azt, hogy Júdás helyére az apostolok új apostolot választottak Mátyás személyében. Aztán azt is olvashatjuk, hogy például a diákonusokat szintén nem kinevezték, hanem választották. Ez a szentírási példa, vagy ezek az esetek sokakban fölvetik azt a kérdést, hogy hogyan is miért alakult át a kezdeti keresztény századok azon szokása, amely szerint a hívő közösségek maguk választották a papjaikat és az elöljáróikat, tehát a püspököt például. Jó ezt is kicsit árnyaltan szemlélni. Nagyon sokfajta módja volt kezdettől fogva annak, ahogyan valaki diakónussá, pappá, illetőleg püspökké lett. Ha szabad erről még egy zárójeles gondolatot megjegyezni, tehát Jézus alapítja az ordó szentségét, apostolokat választ, és az ő utódaikként más tanítványokat, a 72 tanítványt elküldi, és ezt folytatja az ősegyház. A hármas fokozat azonban az ősegyház idején alakul ki, tehát az első keresztény nemzedéknek a nagyszerű műve az, ahogyan az ordó szentségének ezt a három fokozatát, a diakónust, a papot és a püspököt megalkotják. Jézus szabadságot is ad a tanítványainak, tehát az evangélium lényegét átadja, a húsvéti titok lényegét átadja, de hogy konkrétan hogyan fogalmazzák meg, ebben van egyfajta szabadság. Nagyon érdekes, hogy az ősegyház milyen szavakat választ a három fokozatra. A diakónus azt jelenti, hogy szolga. És van ennek egy kicsi kultúrtörténeti alapja, és hellenisztikus vallási egyesületekben léteztek diakónusok, akik egyszerű másodrendű feladatokat végeztek, asztalszolgálatot és más esetleg ételadományoknak a bemutatását. Tehát volt valamilyen gyökere a korabeli kultúrában, azonban a kereszténység ezt nagyon eredeti módon vette át, tehát nem egyszerűen lemásolt valamit, ami már létezett a pogány hellenisztikus világban. Egy gyökeresen új funkciót talál meg, mert a diakónus tanító is főleg a szegények gondozását bízzák rá. És miért pont ezt a szót választják? Valószínűleg leginkább azért, mert Jézus is így jellemezte magát, mint aki szolgál. Azt mondja, nem azért jött az emberfia, hogy uralkodjon, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és odaadja az életét. Mi a különbség az apostolok cselekedetei diakonusa és mondjuk a harmadik évezred diakonusa között, ha már a hármas fokozatot így megpróbáljuk végigvenni? Feladatát tekintve értem a kérdést. Az ősegyház idején a diakónusnak igen gyakran rendkívül fontos szerepe volt, különösen igaz ez nagy városokban, például Rómában. A Rómát fölosztották részekre, mindegyiknek volt egy fődiakónusa, aki az adományokat begyűjtötte, és a szegényeket ott gondozta. Tehát az egyházgazdasági ügyeiben is döntő szerepük volt, és nagyon gyakran a pápa az a fődiakónus lett, a korábbi fődiakónus. Ez nem ritkán így történt, tehát egy abszolút kulcs szerep, és a pápa mellett talán a második legfontosabb ember, az a fődiakonus volt. Nem. Például ő volt az egyik legnagyobb vértanunk, Szent Lőrinc is ilyen volt a harmadik században. Igen, akitől kérték az egyház kincseit, és elhozta a szegényeket. Manapság a diakónusnak inkább a liturgiában van még fontosabb szerepe talán, mint akkor. Egy újdonság az, hogy diakónus keresztel, ami a II. Vatikáni zsinat előtt nem volt. Esküvőknél gyakran látjuk a diakónus temetéseken, ige liturgiát végez, illetőleg hát nagyon sok diakónusunk van, aki azért a karitatív munkában is ott van.
Hadd mondjak néhány szót a presbiterről is. A presbiter főleg a zsidó-keresztény közösségekben jelent meg. A zsidó hitközségeknek a vezetését a vének töltötték be, vagy végezték. Presbiter ezt jelenti, hogy vén. Tehát az eredeti gyökere ennek a szolgálatnak, ez a zsidó hitközségeknek a vezetése volt, ami gyakorlatilag a kereszténység szintén egy gyökeresen új módon, de innen vesz át. És végül a harmadik évezredi megfelelője. A pap, tehát a presbiternek a pap felel meg jelenleg. Szintén a funkció kicsikét alakult. Kezdetben egy városban egy püspök volt, és minden fontos liturgikus funkciót ő végzett, például csak ő keresztelt, általában csak húsvétkor. Tehát a presbiterek mint egy testület voltak mellette, segítették tanításban, sok mindenben, de alapvetően egy kollégiumot alkottak. Tehát az, hogy egy pap egy faluban külön vezeti a plébániát, ez is egy későbbi fejlemény eredménye. A harmadik szó pedig, amit az ősegyház talál, a harmadik funkció az episzkoposz, ami a püspöknek a gyökere, azt jelenti, hogy felügyelő. És ez is egy különleges szó, legelőször az Új Szövetség ezt magára, Jézusra használja, tehát püspöknek mindenek előtt Jézust nevezi az első Péter levél, aki azt mondja, hogy ő a lelkek legfőbb pásztora és felügyelője, ha szó szerint fordítjuk, püspöke. Tehát ő az, aki gondot visel a nyájára, mint pásztor, figyel mindenkire, és ebből a Krisztusnak ebből a felfogásából születik a püspök elnevezésünk. És mi az érdekes ezekben a szavakban? Egyrészt az, hogy nem olyan szavakat talál az ősegyház az ordónak a papság szentségének a fokozataira, amik rangot jelölnének. Se a diakonus azt jelenti szolga, az episzkopos azt jelenti felügyelő, tehát aki odafigyel, aki figyel a nyájra. Tehát nem rangot jelentő szavak ezek, hanem nagyon egyszerű szavak. És mindegyik szó, különösen a diakonus és a püspök olyan, ami mindenek előtt Krisztusra vonatkoztatható. Tehát Krisztus az, aki szolga, és ő az, aki pásztor, aki a nyájára figyel. És ez volt az alapgondolat, hogy Krisztusnak a jelenlétét, ennek a sokféle módját, ahogyan ő az egyházban, mint főpap, mint pásztor, és mint tanító, mint proféta jelen van, ezt jeleníti meg a papság szentsége. És akkor visszatérve konkrétan, elnézést a hosszú kitérőért, de talán az ordóhoz ezt is fontos világosan látni, a választás kérdése. Tehát ez is nagyon sokféle volt az ősegyházban. Például, ha gondolunk arra, hogy Pál apostol hogyan lett apostollá, őt senki nem nevezték, se nem választották. Ő tulajdonképp maga Krisztus hívta. Aztán Barnabás elmegy érte Tarzuszba, akkor elhívja Antiókiába. És aztán Antiókiában azt halljuk, hogy a közösség imádkozik, és a Szentlélek adja tudtukra, hogy Pált és Barnabást küldjék ilyen térítő apostoli missziós utakra. Tehát nem volt se egy hivatalos szavazás, ez egy kicsit karizmatikus küldetés volt, amit ő kap. Aztán úgy tűnik, hogy Pál apostol sokakat egyszerűen kinevez, mint Timóteust ott hagyja, vagy Tituszt Krétán, stb. Tehát a legfőbb tanítványait itt-ott megteszi a közösségek vezetőivé. Az ókori egyházban azonban ténylegesen kialakul az, hogy választják a püspököt. Ezt talán kevesen tudják, illetőleg aki szentek életét jobban ismeri, azt tudja, hogy például Ambrust úgy választják Milánó püspökévé, hogy ott nagy vita is van ariánusok és a katolikusok között. És Ambrus a városnak a prefektusa, tehát a civil hatóságot képviseli, és ő is szólott a tömeghez a nagy vitában, hogy keresztény létükre nem szégyellik magukat így vitázni, mire egy kisgyerek fölkiált, és azt mondja, hogy Ambrus legyen a püspök, aki még akkor meg sem volt keresztelve, csak katekúmen volt, és annyira belelkesednek, mert Ambrus egy szimpatikus, életerős, nyugodt fiatalember volt, lassan mindenki ezt kezdi kiáltani, hogy Ambrus legyen a püspök, és ő így lesz Milánónak a püspöke. De hát sok más esetet ismerünk. Aranyszájú Szent János például, amikor megválasztják, ő menekül
és el is próbál rejtőzni, megtalálják, előhozzák, és így viszik aztán Konstantinápolyba, vagy Szent Ágostonról szintén ezt halljuk, hogy ő szerzetes volt, Hippóban megválasztják, és nagy nehezen tudják rávenni, hogy elvállalja a püspökséget. Vagyis az a hagyomány alakul ki, főleg keleten, hogy a környező püspökök, akik mindig ott kell, hogy legyenek a választáson, ez egyre inkább zsinatoknak a kánonjaiba is, tehát szabályaiba bekerül, hogy legalább 3 püspöknek jelen kell lenni egy új püspök választásán, hogy legyen egy hivatalos képviselet is, illetőleg ők ebbe beleegyezenek. Aztán a papság jelen van, illetőleg a jelentősebb laikusok beleszólhatnak. Később már nem a nép összessége, hanem a laikusoknak a képviselői szavaznak vagy választanak. És aztán a metropolita annak a vidéknek, a mi szakkifejezésünk szerint az érseke, tehát a tartománynak a vezető püspöke, ő jóvá hagyja a választást. Ez alakul ki keleten, és mind a mai napig keleten a püspök választás, tehát ortodox egyházban így van. Nyugaton ez megszűnt gyakorlatilag a germán mentalitásnak a hatására, illetve a frank birodalomnak a hatására, amikor a frank uralkodó egyre inkább magának követelte azt, hogy ő nevezhesse ki az összes püspököt. Nagy Károly például azt mondta, hogy ő ezt Istentől kapta, ezt a hatalmat, és ő jogot formált arra, hogy a birodalma területén minden püspököt kinevezzen. Ebből robbant ki aztán az óriási nagy küzdelem, amit investitúra harcnak nevezünk, ami tulajdonképp az egyháznak a küzdelme a szabadságáért. Tehát, hogy szabadon mindenfajta politikai vagy királyi hatalomtól függetlenül ő a püspökeit kinevezhesse. És hát ez a küzdelem végül is sikerrel járt minden nehézség ellenére, mert voltak ennek a küzdelemnek fájdalmas és véres pillanatai is, de végül is az egyház ebben meg tudta védeni az önállóságát. Ettől kezdve az alakult ki a nyugati egyházban, hogy a székesegyházi káptalanok, tehát az ott levő papok jelölik a püspököt, a szentszék ezt a jelölést elismeri, vagy elfogadja, tehát benne volt mindig azért a szentszéknek a döntése is, és ilyen módon aztán szentelték föl. De emellett megmaradt azért az is, hogy ahol katolikus uralkodó házak voltak, mint például Magyarország is egy ilyen hely volt, ahol Szent István, mint apostoli király, megkapta ezt a privilégiumot, hogy a király nevezhesse ki a püspököket. Tehát nagyon sok olyan terület volt, ahol megmaradt ez, hogy a király gyakorlatilag kinevezett, a pápának volt későbbi megerősítési joga, de gyakorlatilag a király nevezte ki a püspököt. Az egyháznak, tehát ez egy spontán és jogos védekező reflexe volt, hogy aztán nyugaton így alakult ki. Egyébként, hát, hogy egy példát mondjak Magyarországról, hogy ez a bizonyos uralkodó nevezi ki az egyházfőket, mihez vezethet. A Magyarországon történt, hogy Mátyás királyunk kinevezte az unoka öcsét, aki akkor éppen egy 7 éves kisfiú volt, esztergomi érsekké, aztán később még, ha jól tudom, bíboros is lett belőle, tehát nagyon-nagyon jogos volt az, hogy az egyház így módon próbálta a saját hatáskörébe vonni ennek a főpapi kinevezésnek a jogát. Igen, tehát nyilván az uralkodó politikai szándékból rokonait, stb. Nevezte ki, és aztán el is várta azt, hogy az ő céljait kiszolgálják. Az egyháznak a kinevezési joga aztán nagyon erősen megvalósult a missziós területeken. Ott teljesen nyilvánvaló volt, hogy a pápa nevez ki. Tehát akár Amerikában, akár Afrikában, Ázsiában. És aztán ez általánossá vált az 1917-ben kiadott kánoni jogi kódexsel. Tehát akkortól kezdve ez volt az általános szabály, hogy a pápa közvetlenül nevez ki. Egy-két kivétel adódik, ahol káptalanoknak van még joga arra, hogy válasszanak és jelöljenek. Mi ennek a kinevezési szisztémának az előnye, tehát a nyugati egyházban, hogy közvetlenül a pápa nevez ki, az, hogy a nyugati egyháznak az egységét
megőrzi. Ez egy óriási nagy területen elterjedt egyház. Amerikában, szintén Észak-Amerika, Dél-Amerika, Afrika, teljesen más kultúrkörnyezetekben, más társadalmi és politikai helyzetekben. Ez őrzi meg az egyházunkat nagyon erőteljesen egységesnek. És látjuk azt, hogy ahol ez nincs, tehát a pápának nincs gyakorlati befolyása, vagy az egyházvezetőnek a püspök kinevezésekre, hogy gyakorlatilag szétesnek nemzeti egyházakká. Az ortodoxiában tulajdonképp ez történik, hogy van külön szír, van orosz, van görög, van román, van ukrán, van, sőt, ukránból van, meg sok nemzetben aztán még további szakadások adódnak, tehát kicsi nemzeti egyházakká bomlik sajnos az ortodox egyház szét. És talán azt is jó tudni, hogy bár valóban közvetlenül a pápa nevez ki minden püspököt a katolikus egyházban, gyakorlatilag azért most is van jelölés. Ez talán a hívek számára kevésbé magától értetődő, de minden országban folyamatosan gyűjtenek olyan neveket, papokat, stb., akiket alkalmasnak tartanak püspökségre. Minden püspök, ha mondjuk segédpüspököt akar, vagy valamelyik püspöki szék megörül, akkor a püspöki konferencia elgondolkodik, a nuncius gyűjti, tehát a pápának a követe gyűjt neveket, és végig is ebből jön össze az a javaslat, amit a Szentszéknek fölterjesztenek. Tehát bizonyos értelemben ma is van választás, úgymond. Egy kicsit titokzatosabban folyik, de ugyanúgy megkérdeznek papokat, püspököket, sőt laikusokat is, hogy kiket látnak erre alkalmasnak, és aztán végső döntés a Szentszéké. A Szentszék döntés azonban nagyon gyakran automatikusan az, amit javasolnak a számára. Hallgassunk most egy kis zenét. Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon kimerítő volt ez a válasz abban a tekintetben, hogy a kérdéseinkre valóban pontról pontra megkaptuk a válaszokat. Amikor Krisztus hív valakit, egy fiatal embert, akkor teljesen át kell, hogy adja magát Krisztusnak, úgy ezáltal válik pappá. Szent Ignácnak a megzenésített imája erről szól nekünk. Tehát továbbra is a Mária Rádiót hallgatják, benne a Hit kapuja című műsor Székely János püspök atyával és Kindelmann Győzővel. Folytatjuk az egyházi rend szentségéről együtt gondolkodó műsorunkat, és lépjünk egyel tovább. A protestáns testvérekkel való hajdani viták egyik kulcspontja volt, és talán még most is az időnként a pápaságnak az intézménye. Vagyis az, hogy a mindenkori szent atya a földi egyház mindenkori vezetője. Kérdésem ehhez kapcsolódóan az lenne, és valószínűleg nagyon sok protestáns
és ezt a kérdést teszi fel, hogy hitte-e már a korai egyház, hogy Róma püspökét valóban elsőség illette meg a püspökök között? Van, aki azt mondja, hogy amikor Jézus átadta Péternek a főhatalmat, akkor az csak neki személyesen szólt, és szerintük ez nem érvényes Róma későbbi püspökeire. Nos, erre a problémakörre mit tudunk válaszolni? Hadd idézzem föl mindenek előtt azokat a szavakat, amiket Krisztus mondott Péter apostolnak. A Máté evangélium 16. fejezetében találjuk ezeket a sorokat. Jézus azt mondja, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem az egyházamat. A pokol kapui sem fognak rajta erőt venni. Teljesen nyilvánvaló az evangéliumokban, hogy Péter a legelső apostol, és a többi tanítvány is ezt az elsőségét elfogadja. Az apostolok cselekedeteiben is látjuk, hogy mindig Péter az, aki vezeti az egyházat, a pünkösdi beszédet, ő mondja az első apostoli zsinaton, az ő szerepe teljesen meghatározó. És később aztán Péter apostol elkerül Rómába, és ott prédikál. Szent Márk mindenek előtt az ő tolmácsa és segítője Rómában, és aztán Péter a Néróféle üldözés alatt szenved vértanúságot a vatikáni domb melletti cirkuszban. Ott feszítik keresztre fejjel lefelé, mert azt mondja, hogy nem méltó úgy meghalni, ahogyan Krisztus, és ott temetik el, tehát a vatikáni domb melletti temetőben. Minden bizonnyal a sírját pontosan ismerik, a Szent Péter Bazilika, a bazilika kupolája az pontosan egy olyan Krisztus korabeli vagy Péter korabeli sír fölé emelkedik, amit rendkívüli alapossággal kutattak a régészek, és nagyon sok jel mutat arra, hogy valóban ez Péter apostolnak, az egyszerű galileai halásznak a sírja fölé emelkedik. Tehát Péternek az életútja ott Rómában ér véget. És emiatt a őskeresztény egyház kezdettől fogva Rómát, mint a kereszténységnek is a középpontját és vezetőjét tekintette, és Róma püspökét úgy, mint az egyháznak a vezetőjét. Hadd mondjak erre néhány konkrét példát. Antiókiai Szent Ignác megy azért, hogy vértanú legyen Rómában, őt elfogják és viszik egy nagyon hosszú hajó úton, és sok levelet ír a hajó útja során, többek között ír Rómába is egy levelet. És mit ír? Ez a püspök 117 tájékán történik. Azt írja, hogy Róma egyházának ír, amelyik elnököl a szeretetben. Vagyis az egyház egy szeretett közösség, de ennek van egy vezetője, Róma elnököl ebben a kommunióban, közösségben. Nem sokkal később arról tanúskodik az ősegyházi hagyományunk, hogy Kelemen, aki Péternek az utóda a római székben, beleszól a korintusi egyháznak a vitájába, és a korintusiakhoz levelet is ír. Mi köze van Rómának Korintushoz? Miért szól bele Kelemen? Nyilvánvalóan azért, mert magát, mint az egész kereszténységnek a vezetőjét fogja föl, ilyen módon lép föl, és próbál segíteni ebben a viszályban. Második századnak egy nagy vitája a húsvét időpontja. És Szent Polikárp pontosan ezért megy Rómába, hogy ezt a kérdést tisztázza. Szentemhez, Szent Viktor pápához, bocsánat, hogy ezt közvetőleg megjegyzem. Tehát érdekes, hogy Kis-Ázsiában van a vita, és hogy eldöntsék, úgy gondolják, hogy Rómához kell fordulni. Később aztán ez rengetegszer ismétlődik. Tehát amikor egy püspöknek problémája van, kérdése van, Szent Atanáz mondjuk, amikor üldözik, gyakran fordulnak a püspökök Rómához, hogy Róma döntsön. Szent Iréneusz a 200-as éveknek az elején többször ír arról, hogy a legbiztosabb hely, ahol a hagyomány fönnmaradt, az Róma. Mert Péter óta minden hagyomány oda gyűlik össze, a püspököknek a listája is hiánytalanul megvan, tehát Róma a keresztény hitnek, az igaz hitnek a legfontosabb őrzője és oszlopa. Ahogy ugorjunk
egy kicsit nagyobbat, a Kalkedoni zsinatnak van egy gyönyörű pillanata, ez 451 Krisztus után, és erre a zsinatra az akkori pápa Leó, nagyszent Leó küld egy levelet. És ezt a levelet a zsinati atyák fölolvassák, és annyira nagyszerűnek tartják, hogy fölállnak, kiáltoznak, és ezt kezdik el kiáltozni, hogy Péter szólt Leó által. Tehát nyilvánvalóan Leót úgy tekintik, mint Péter utódát, és az ő tanítását ilyen módon fogadják el. Egyébként a többi zsinatoknál is, tehát már a niceai zsinatnál az a tény, hogy a pápának a követei ott vannak, az rendkívül fontos volt, és a dokumentumokat, ez is meglepő, mindig legelőször a pápa követei írták alá. Tehát nem a konstantinápolyi pátriárka, és senki más jelentős személyiség, se a jeruzsálemi pátriárka, se Alexandria, se Antiókia, hanem Róma. Tehát ez nagyon egyértelmű volt az ősegyház számára, hogy a legelső püspöki szék pont Péter miatt az Róma. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy az ortodox egyház mind a mai napig elismeri, hogy a legelső püspöki szék Róma, és bizonyos értelemben a péteri szolgálatot a római püspök, a pápa tölti be. A vitánk az ortodoxiával az nem is e körül a tény körül forog, hanem ennek a konkrét megjelenése körül, tehát hogy mi az, amire a pápának ténylegesen joga van, hogyan gyakorolhatja ezt a küldetését. Tehát mint tiszteletbeli primátus, azt gondolom, hogy a keleti egyház elismeri a római pápát, mint joghatósági vagy tényleges egyházkormányzati hatalom, sokkal kevésbé. Egyébként, hogy a keleti egyház elszakadt a nyugatitól és elutasítja a pápai primátust, ennek elsősorban nem tambeli okai vannak, tehát ők is nagyon jól látják ennek a bibliai gyökerét, hanem főként politikai oka van, a római birodalom ketté szakad, a nyugati és keleti részre, keletnek a fővárosa Konstantinápoly, és egyre inkább a kelet-római császár kicsit ráteszi a kezét az egyházra is, meg a konstantinápolyi pátriárkára, és emiatt a feszültség miatt szakad aztán ketté az egyház. Ezen felül van egy másik nagyon sokat emlegett problematikus kérdés, nevezetesen a nőknek a pappá szentelése. Tehát van-e valamilyen biblikus alapja annak, hogy a katolikus egyházban nem szentelnek nőket pappá, vagy hogyha nem biblikus mondjuk ez az alap, akkor a kezdeti egyház miért alakította ki ezt a szokást? És mondjuk még egy másik kérdés, hogy mennyire, tehát hogy megváltozhat-e ebben az egyház álláspontja valamikor, tehát a mostani álláspontja. Mielőtt válaszolna a püspök atya, hadd említsem meg, hogy ma délelőtt a munkatársnőim között, hangsúlyozom, a munkatársnőim között végeztem egy nagyon gyors felmérést, és kivétel nélkül azt mondták, hogy ők nem szeretnék, hogyha az egyház a nőket is pappá szentelne. Azt hiszem, ez elgondolkodtató dolog. Lehet, hogy vannak olyanok, akik csak egyfajta rosszul értelmezett feminizmus jegyében gerjesztik szünterül ezt a problémát. Na de a kérdésem attól még kérdés marad. Hadd kezdjem onnan, hogy azt láthatjuk, ha Krisztus életét vizsgáljuk, hogy ő nagyon sok mindenben a korabeli társadalmi korlátokat, tabukat átlépte. Például zsidók abban az időben szamaritánussal nem álltak szóba. És azt olvassuk, hogy Jézus egy szamariai asszonnyal, akiről aztán kiderül, hogy a házas élete is eléggé zűrzavaros volt addig, egy kút mellett hosszasan beszélget, a tanítványok, ahogy oda jönnek, nagyon meg is botránkoznak, vagy meglepődnek ezen, hogy egy szamariai asszonnyal ő ilyen hosszas, bizalmas beszélgetést folytat. Tehát Jézus rengeteg társadalmi tabut megdönt, ahogyan a leprást megérinti, a vámosokat, utcanőket meghívja. És hát azt látjuk, hogy Jézusnak a követői között, a tanítványi körben vannak asszonyok. És egy meglepő dolog, néha halljuk ezeknek az asszonyoknak a neveit is, Mária Magdolna, Szalóme és mások, az Ebedeus fiúknak az anyja, akik itt-ott megjelennek. Nem csak azért vannak ott, hogy ennivalót biztosítsanak a tanítványoknak, hanem ők is igazi tanítványok, akik Krisztust hallgatják, a kereszt alatt ott állnak, a húsvéti örömhírt, ők kapják meg legelőször, tehát Jézusnak igazi tanítványai. És ez egy nagyon meglepő dolog a zsidó kultúrában.
Ugyanis a zsidóság úgy tartotta, hogy nőknek a vallási életben fontos szerepük, legalábbis ilyen típusú vezető szerepük nincs. Az egyik rabbi például azt mondta, hogy jobb a Tórát a tűzbe dobni, mint egy asszonynak tanítani. Vagy nagyon sok zsidó mondás van azzal kapcsolatban, hogy a nők azok ilyen bűnforrások. Egyik rabbi például azt mondja, hogy a nőnek még a haja és a hangja is parázna, tehát jobb tőle minél távolabb maradni. És azt látjuk, hogy Jézus ezeket a korlátokat átlépte, és széttörte, vagyis egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy mivel ő egy ilyen társadalomban élt, ami férfi jogú társadalom volt, ezért alakult ez ki, hogy a papok azok férfiak lettek. Hanem a gyakorlatban azt látjuk, hogy Jézus ahol akarta, ott ezeket a határokat nagyon bátran, nagyon szabadon átlépte. És mégis azt látjuk, hogy a 12 közé nem választott nőt. Tehát annak ellenére, hogy engedte, hogy nők hallgassák, kövessék, de a 12 apostol közé nem választott nőket. Vagyis az egyháznak a meggyőződése az, hogy Krisztusnak ez egy nagyon tudatos és nagyon szabad döntése, választása volt, amikor a 12-nek a körét megalkotja, az ordó szentségét megalapítja, hogy nem választ közéjük nőket. És hát ennek az oka az valószínűleg elsősorban az, hogy Krisztus maga is férfi volt. És a papság szentsége az Krisztust akarja megjeleníteni, szentségi valóságos módon Krisztusnak a jele, szimbóluma és eszköze akar lenni a keresztény közösség számára. És a jelnek a kiválasztásában az egyház nem teljesen szabad. Tehát ahogyan mondjuk az eukarisztia az utolsó vacsorából ered, ahol kenyeret és bort használt Krisztus ehhez a szent cselekményhez. Nem vagyunk abban szabadok, hogy azt mondjuk, hogy most nekünk jobban tetszik a rizs meg a narancslé, mondjuk, mert praktikusabb lenne megoldani. Ezek történelmileg is kötöttek, illetőleg az események által kötöttek, amiket közvetíteni akarnak. És éppen így a papság az Krisztust akarja megjeleníteni, ennek akar egy fogható, valóságos, testi, történelmi, társadalmi szimbóluma, jele, eszköze lenni. Illetőleg hát nyilván benne van ebben a krisztusi és egyházi döntésben az is, hogy a férfi és a nő között nagyon sok különbözőség van. És ahogyan egy családban talán elmondható, hogy a férfinek bizonyos esetekben van fő szerepe, a családban fontos döntések súlyát, talán helyesebb, hogyha elsősorban a férfi hordozza és hozza meg, és fontos küzdelmeket ő küzd végig, és nem a feleségét akarja ezekbe belevinni. A feleségnek pedig mintha egy másik fajta szereppel lenne. Gyökösi Endre mondta ezt így, hogyha férj inkább fő a családban, akkor a feleség inkább a szív, és ez sem kisebb fontosságú feladat, tehát ez nem értékkülönbséget jelent, hanem szerep vagy feladat különbözőséget. Egyébként, hogy mennyire nem a nőnek a lenézése van emögött, vagy másodrangúvá tétele, azt mutatja az is, hogy az egyházunk a legnagyobb embernek kijáró tiszteletet azt egy nőnek adja meg, a szűzanyának, aki Krisztusnak a megtestesülésében, mint ember a legmélyebben közreműködött, befogadta a második isteni szemét, az igét. Tehát ez egyáltalán nem a női nemnek bármi módon való leértékelése. A kérdésről egyébként nagyon tekintélyesen és hangsúlyosan megnyilatkozott Boldog II. János Pál pápa 1994-ben, pontosan akkor, amikor főleg anglikán közösségek elkezdték az első nőket püspökké is fölszentelni, és ezzel kapcsolatban újra intenzívebb lett ez a kérdés, hogy vajon a katolikus egyház ehhez hasonlót fog-e lépni. A dokumentum címe az Ordinatio Sacerdotalis, papság szentsége, és a Szent Atya a végén tőle talán szinte szokatlan
határozottsággal úgy fogalmaz, hogy a katolikus egyháznak semmilyen módon nem áll módjában az, hogy nőket pappá szenteljen. És ezt ő mint Szent Péter utóda, mint az egyháznak a vezetője fogalmazta meg akkor. Tehát egy Krisztustól eredő hagyomány soha egyébként a katolikus egyház nőt nem szentelt pappá. Tehát ez 2000 év óta egy megingathatatlan hagyomány. Az egyetlen kicsit bizonytalan pont a diakónusnak a szerepe, ugyanis úgy tűnik az ókorban bizonyos helyeken voltak diakonisszák. Tehát főként a nőknek és lányoknak a keresztelésénél, amikor még alámerítéssel kereszteltek, ez nagyon praktikus volt, illetőleg a női betegek meglátogatásánál is szintén praktikus volt, de hogy pappá és püspökké soha nem szenteltek nőket, ez teljesen világos, és Krisztustól eredő hagyományunk. Talán van még néhány percünk, hogy egy kicsit ehhez a témához kapcsolódó kérdést fölvessünk, ez pedig a papi nőtlenségnek a témája, amely időről időre gyakran előkerül. Az önként vállalt cölibátus a protestantizmusban szinte teljesen ismeretlen, és általában a Luther véleményét osztják, hogy őre hivatkoznak, aki szerint, mivel az üzenség csak nem megvalósíthatatlan, ezért a katolikus szerzetesi vagy papi nőtlenség az szinte Isten elleni bűn. Mit mondjunk mindenre? Mi az alapja a cölibátusnak? Miért létezik egyáltalán? Hiszen kezdetben hivatkoznak erre sokan, az apostolok és a papok is nősek voltak. Ha Luthernek erre a megnyilatkozására rögtön reagálni akarnék, akkor azt mondanám, hogy a cölibátus nem természetes életállapot, de nem is természetellenes, hanem természet fölötti. Egy kicsit olyan, mint amikor egy ember a vízen jár, Krisztus szemléli, és a nyomába lép. A cölibátusnak vannak nagyon komoly bibliai gyökerei, érdekes módon már az Ószövetségben is. Amikor az Úristen valakit kiválaszt, akkor őt magát a személyében szólítja meg, és teszi a társává, illetőleg barátjává. Nagyon érdekes, hogy például a zsidó hagyomány szerint Mózes, miután az Úristen szólt hozzá, a Biblia megemlíti, hogy amikortól ő szemtől szembe az Úristennel beszélt, és az arca ragyogott, ekkortól ő külön sátorba költözik. És a rabbik ezen rengeteget töprengtek, hogy ez mit jelent, és azt a következtetést vonták le, hogy ekkortól a feleségétől ő külön költözött. Tehát az Isten teljesen lefoglalta őt magának. Hasonlót gondol a zsidó hagyomány Illésről, akivel kapcsolatban nem írja a Biblia, hogy volt-e felesége, volt-e családja, és a rabbik ezen is sokat töprengenek, hogy miért nem szerepel, hogy ki volt a felesége, voltak-e gyermeke is, arra a megállapításra jutnak, hogy Illésnek sem voltak gyermeke és nem volt felesége, az Úristen őt egészen magának foglalta le. Ez már is egy nagyon érdekes tény, úgy gondolom, hogy a zsidó hagyomány, amelyik a házasságot rendkívül fontosnak gondolja, szinte isteni parancsnak, mégis úgy tartja, hogy az Ószövetség két legnagyobb alakja, Mózes és Illés, a törvény és a profétáknak a szimbólumai, őket az Úristen teljesen magának lefoglalta. Tehát valahol ezt a titkot már az Ószövetség megsejti. Teljesen nyilvánvaló, aztán Jeremiás próféta életében őnek az Úristen fiatalon megparancsolja, hogy ne védj magadnak feleséget. És Jeremiás mondja, súlyos kezet terhe alatt egyedül ültem. Tehát az Úristen őneki ezt az életutat jelöli ki, és Jeremiás erre az útra rá is lép. Krisztus körül pedig szinte magától születik meg a szüzességnek az életeszménye, vagy a cölibátus élet eszménye. Így élt maga Krisztus, és nem is tudnánk őt más módon elképzelni. Érdekes módon már Krisztus előtt a zsidó népben megjelenik ez az életstílus a kumráni közösségben. Ők annyira a messiás várás igézetében élnek, hogy nagyon sokan a kumráni közösségből nem házasodnak meg. Tehát már ott érződik az üdvtörténetnek a beteljesedése, hogy sokan szinte
szerzetesi életmódban várják a messiás eljövetelét. Így él keresztelő János, aki készíti a messiás útját. Így él a szűzanya, aki azt mondja az angyalnak, hogy férfit nem ismerek, és ebben benne van, hogy nem is akar, tehát ő kezdettől fogva erre vágyott, hogy az egész életét az Úristennek szentelje. És nagyon sokan így élnek Krisztus tanítványai közül is. János apostol, Szent Lukács, Szent Pál és sokan mások. Ahogyan Jézus mondja is, hogy vannak, akik az Isten országáért önként lemondanak a házasságról. Vagyis azt látjuk, hogy mielőtt az egyház még bármilyen törvényt hozott volna arról, hogy a papnak nem szabad megházasodnia, mielőtt bármilyen szerzetes rend létrejött volna, a szüzesség eszménye és a nőtlen papság ez magától megszületett. Tehát ezt nem törvények hozták létre, hanem az a tűz, amit Jézus hozott a földre, ő azt mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön, mi mást akarnék, mint hogy égjen. Ez nagyon hamar magától, hatalmas erővel megszületett. A kereszténység előbb írt könyvet a szűzesség dicséretéről, mint a házasságról. Tehát egy magától születő életeszmény, amit nem későbbi, akármilyen gazdasági és egyéb okok nyilván azok közrejátszottak a későbbi törvények megszületésében, de ez fontos látnunk, hogy ennek az eredete Krisztusra nyúlik vissza, és az ő evangéliumi eseményéből, abból a tűzből születik, amelyet egy-egy ember fölismer, és a totális életét, egész önmagát ennek a titoknak átadja. A katolikus egyház tanítása alapvetően a cölibátussal kapcsolatban nem az, hogy a papság elképzelhetetlen cölibátus nélkül. Mert a katolikus egyházon belül van például a görög katolikus egyházunk is, ahol vannak nős papok. Tehát elvileg lehetségesnek tartjuk, ahogyan az ősegyházban is voltak apostolok, maga Péter apostol is házas ember volt, anyósa is volt, sőt azt is tudjuk, hogy később is a felesége mellette volt, tehát nem hagyta őt el, hanem végig az apostoli útjain ő mellette volt a felesége is. Tehát ennek ellenére, hogy voltak nős papjai az egyháznak, a katolikus egyháznak is, az egyházunknak a tanítása az, hogy a papság szentségéhez különleges módon illik a nőtlen életforma, és lassanként ez fogalmazódik meg, aztán végérvényesen 7. Gergely pápa idején, hogy kötelezővé teszi a latin egyházban a papok számára a cölepsz életmódot. Kedves hallgatóink, nagyjából ennyi fért a mai műsorunkba. A témát természetesen nem merítettük ki most sem teljességében, de hogyha velünk tartanak a következő hetekben is, azért a hit kapuján újra és újra belépve hallhatnak még talán erről is a későbbiekben. Ha kérdésük vagy észrevételük van, nyugodtan írjanak nekünk a mariaradio.hu honlapon található valamelyik címre. Ezekkel a gondolatokkal búcsúznak önöktől a Hit kapuja műsor szerkesztői, Székely János püspök atya és Kindelmann Győző. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen!